A mai üzenetemnek az a címet adtam, már egy hónapja készültem erre az üzenetre, hogy a halott hit, a működő hit és a kipróbált hit. Na hát a kipróbált hittel kapcsolatosan Istennek is volt egy hozzászólása. Itt szeretném kijelenteni, hogy mindenről a görbic tehet. Már itt veri a mellét, úgyhogy jó irányban vagyunk. Ugyanis egy héttel ezelőtt én nem mondtam neki, hogy ő írdesse ki a gyülekezetnek, hogy én dögrohásom vagyok. Hát, de ki hirdette? Nem azt hirdette ki, ő nagyon profétikusan, meg poétikusan, hogy két várra akarom fektetni a lázbetegség, hogy küzdök, és így tovább. E bizonyság igaz, és az a helyzet, hogy kétségtelen egy olyan héten vagyok túl, amit senkinek nem szeretnék kívánni, de azt tudom mondani, hogy az Isten hűséges, és itt állok előttetek. És nagyon szépen köszönöm. Igazán mondom, nagyon-nagyon jól esett túl a Görbicnek az ő kedvessége is, de a ti jó kívánságaitok, a ti imáitok, és nagyon szépen hálás vagyok, és köszönöm szépen. Az isteni hozzászólásról a megfelelő időben szeretnék majd beszélni, 5 stáció is volt. Hetek óta a hitről beszélünk, az Attila ugye ezelőtt 2 héttel arról beszélt, hogy Isten hisz bennünk, hisz benned. Utána Tamás beugróként helyettem a múlt héten arról beszélt, hogy Isten hitéből nő ki a mi hitünk, és hogy az aktuális kijelentésből táplálkozik a mi hitünk. Amiről én szeretnék beszélni, az én vagy a mi hitünk helye és szerepe az életünkben. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy amikor Isten arról beszél, hogy a mi hitünk, akkor ő ezt nem azért teszi, mert ki akar oktatni minket, vagy károsztatni akar minket, vagy a fejünkhöz akar vágni, hogy ezt nem csinálod jól, azt nem csinálod jól, hanem azért teszi Isten ezt, mert ő segíteni akar. Nem károsztatni akar, hanem vezetni akar, tovább akar vezetni, azt akar, hogy növekedjünk a hitben. Az első dolog, amit szeretnék mondani nektek az, hogy valóban az életünk szempontjából meghatározó. Tehát a Biblia szerint meghatározó a mi hitünk. Néhány igét mondanék, ezeket most nem fogjuk kivetíteni, mert annyira ismertek, meg még egy csomó igét, és nem akarom ott az Endrét tovább feszíteni a húrt vele kapcsolatosan, már a kivetítéssel, és előre is hálás vagyok azért, hogy vetíti az igéket. Azt mondja a Zsidó 11.6, hogy lehetetlen dolog Istennek hit nélkül tetszeni. És aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Aztán a Márk evangélium 9. fejezetében Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Amikor ugye az epilepsziás fiúnak az édesapja mondja, hogy val beszélget. Több helyen, rengeteg helyen mondja a vakon születettnek, a vérfolyásos asszonynak, hogy a te hited megtartott téged. Tehát rendkívül komoly szerepe volt abban, hogy az ő állapotában változás történt, az ő személyes meggyőződésének, hitének. És hát rengeteg helyen szintén a századosnál, a kananeus asszonynál azt mondja Jézus, hogy legyen neked a te hited szerint. Tehát nem mondhatjuk azt, minden igazuk van a testvéreknek, és teljesen egyetértek, és erre szeretnék én is a hangsúlyt tenni, hogy minden az Istennek a hitéből áll elő. És az Isten valóban hisz bennünk, és valóban az Isten kijelenti magát nekünk, de az, hogy erre mi hogyan válaszolunk, ahogy a Zsidó levélben olvassuk, hogy nem párosították hittel, akik hallották, és ezért nem használt nekik a hallott beszéd. Tehát igenis fontos az, hogy mi hogyan reagálunk. Még egyszer mondom, Isten, amikor a hitünkről beszél, akkor nem kioktatni akar ezzel kapcsolatosan.
hanem utat akar mutatni nekünk, ugyanis a hit, és ezt szeretném nektek megmutatni, és a többiek is erről beszéltek, de én erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék tenni, hogy a hit az, a bibliai hit az egy kapcsolat. Az sokkal jobban kifejezi azt, amiről a beszél a Biblia, hogy bizalom, mint az, hogy hit. Kapcsolat, egy személyes kapcsolat, ami a bizalomra alapszik, épül. A következő dolog, tévedés azt gondolni, hogy hit nélkül bármi működne. Ezen a földön minden hit alapján működik. Még a materialisták is hisznek. Aki azt mondja, hogy hiszem, ha látom, az is hisz. Mindenki hisz. Az a kérdés, hogy kiben, vagy miben hisz. Van, aki a hatalomban, az erőszakban, ez a Putyin nevű ember például nagyon hisz az erőszakban. Remélem, hogy az Isten is meglátja őt. Én fel vagyok háborodva. Őszintén mondom, hogy ezzel a Navalnyi dolog engem annyira felháborított. Tudom, ez nem annyira, de én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos pontok, amikor én már az Isten helyébe oda tenném a piros táblát, a piros lapot felmutatnám neki. De legyen meg az ő akarata. De ő is hit alapján cselekszik, és mindenki az erőszaknak a profétái hit alapján. És a félős emberek, azok hitük alapján cselekszenek. A félelem hit. A félelem az egy negatív hit. Azt a rosszat látja, vizionálja, azt várja. Az is egy hit. De mi nyilván nem ezekről a hitekről beszélünk, egész egyszerűen arról szól a történet, hogy mi az az információ, aminek hitelt adunk, aminek alapján cselekszünk. De megnézzük az embereknek, mindenkinek a cselekedetét, a magunkét is, minden cselekedetünket hit mozgatja, hit motiválja, hit van mögötte. Ezt kell megvizsgálnunk, hogy ez miféle hit. A Görbis Tamás a múlt héten rendkívül jól elemezte ezt a kérdést, a Krisztus rémáját, ami létrehozza az ellenkozt, és én is szeretnék erről tényleg csak néhány mondat erejéig kitérni a Róma 10:17-re, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a hit pedig hallásból van. A hallás pedig az Isten beszéde által. Ugye az Tamás is mondta, a hit a meggyőződés, hogy a zsidó 11:1-2-ben olvassuk, hogy a remélt dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez a meggyőződés az az elenkosz. Valami olyanról vagyok meggyőződve, amit az érzékszerveim nem igazolnak vissza. Ami nem látható. Ez a meggyőződés pedig, ez az elenkosz, ez olyan, mint amikor hirtelen elhúzzák a függönyt, vagy felkapcsolják a villanyt, sokat beszéltünk róla, de azért fontos, hogy tudjuk, hogy azt mondja az Isten, hogy úgy jön létre ez a meggyőződés, ezt nem mi hozzuk létre magunkban, ezt nem mi izzadjuk ki, hanem az Isten hozzánk intézett szava a Krisztusnak, tehát a Krisztusnak a felkent, aktuális üzenete, igéje hozza létre bennünk ezt a meggyőződést, aminek alapján azt tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Nem látjuk, csak tesztelés véget. Hányan tudjátok 100%-os bizonyossággal, meggyőződéssel, hogy Jézus meghalt a kereszten és feltámadt és él? Na most kérdem, honnan van ez benned? Onnan van, ahol a Péter apostol atyánk fiától, mikor Jézus megkérdezte, Tamás ezt az igét is mondta, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondta a Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mondta Jézus, apám, ezt te neked az én mennyei apám mondta. Ezt te magadtól nem tudod. Ugyanígy az Istennek minden egyes igazsága, erről való meggyőződés, ez a közvetlen, személyes kapcsolatból, kijelentésből származik a mi életünkbe. És ezt nem lehet megkerülni, nem lehet átugrani. A dolognak az a különlegessége, és erre szeretném fókuszálni ezt a részt, az a különlegessége, hogy ez nem egy valami általános, nem tudom honnan sublimálódik beléd,
hanem ez egy szeméről szól ez a történet. Azért sokkal jobb szó a bizalom, mert a személyes kapcsolatról szól. Tehát itt, amikor arról beszél a Biblia, hogy egy kijelentést kaptál, akkor az abból fakad, hogy megismerted őt. Mutatok igét ezzel kapcsolatosan. A Zsidó levél 11. fejezetében a 8. verstől azt olvassuk, hogy én most a hit helyett bizalmat olvasok a 8. verstől. Bizalom által, tehát az ő iránta való bizadalom miatt engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt, kicsoda, valaki ő, az Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amit örökölni fog. Kiment, pedig nem tudta, hogy hová megy. Miért ment ki? Mert az, aki szólt hozzá, azt ő ismerte. Gyerekek, ha nincs meg a kapcsolat, az nem a bibliai hit. Na jó. Továbbá. Bizalom által, tehát az ő belévetett bizalom által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéret örökös társaival, mert várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga az Isten. Tehát kibe bíztak? Akit ismertek az Istenben, aki ígéretet tett erről az alapokkal bíró várossal kapcsolatosan. És azt mondja utána, hitáltal nyert erőt még Sára is a mélyében való foganásra, és életkora ellenére szült, mivel, itt a nagyon fontos, kérlek, figyeljetek, hűségesnek tartotta azt a szemét, aki az ígéretet tette. Én borzasztóan fontosnak tartom. Létfontosságúnak tartom. Ott van benned, és én bennem is. A Szent Szellemnek a bizonyság tétele. Aki által ismered Jézust, aki által ki van jelentve, hogy Isten neked a szerelmetes édesapád. Ha ez a bizonyság tétel nincs meg, akkor még nem vagy hívő. De akik hisznek a fiúban, így mondja János apostol a levelében, bizonyságtételük van önmagában. És én arra kérlek magamat is, hogy erre támaszkodj. Ez az a biztos alapzat, amiről azt mondta Péternek Jézus. Ez az a kijelentés, ez az a kőszikla, amin felépítem az Anyaszent Egyházamat. És a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni azon, hogy te benned ott van a Krisztus. Hogy te az övé vagy, hogy te ismered őt, hogy senki nem szakaszhat el tőled. Ez egy óriási nagy dolog. Ez a hitünk alapja. Hűséges ígéret tevőben. A hit nem egy bevásárlási mód az Istennél. Hogy odamész, és akkor azt mondta, hogy hiszek, és akkor összeszeded a cuccokat, amire szükséged van imádkozás által. Nem erről szól. A hit az Isten szeretetéből nő ki. Az Istennek a megismert szeretetéből. Ezt a Galata levélben olvassuk, így mondja, hogy a Krisztus Jézusban nem számít se a körülmetélkedés, se a körülmetélkedetlenség, sem az, hogy most rohadtul megtartod a törvényeket és a szabályokat, és nagyon igyekszel jó keresztény lenni. És az se számít, hogy állandóan pofára esel és elesel, és minden bajod van, de mindig fölkelsz és odamész az Úrhoz. Nem számít. Egyetlen egy dolog számít. És mit mond? A szeretet által munkálkodó hit, vagy a szeretetből kinövő hit. A mi bizalmunk Isten iránt ebből a szeretetből táplálkozik. Amen. Tankolj be a szeretetből, magamnak is mondom, hogy amikor nehéz idők vannak, tudjad, hogy hova kell nyúlni, mint Mici Mackó a mézes bödönhöz. Téli időben sok szeretet kell feltankolnod magad. És végül Tamás azt mondta, és nagyon egyetértek vele a Róma 1.17-ben, hogy Róma 1.17, na jó, gyorsan, igen. Mert az Istennek az igazsága jelentetik ki már az evangéliumban, hitből hitbe.
Mert megvan írva, hogy az én igaz emberem pedig a hite által élni fog. Tehát az Isten hitéből, mert ő hisz benned, és az Isten hitéből az evangélium belehelyezi a hitet a te szívedbe. Amen. Így működik a dolog. És az, ami létrejön, az tényleg egy fantasztikus, csodálatos dolog, és elnézést kérek az Endrétől, hogy az 1 Péter 1.8-hoz most kérlek, hogy menjél vissza. Azt mondja ott, hogy az, ami létrejön, ez a legfantasztikusabb dolog, ami egy hívőt jellemez. Azt mondja, hogy akit szerettek, pedig nem láttok. Nem láttátok. Hisztek benne, de most se látjátok. És mégis kimondhatatlan és megdicsült örömmel örvendeztek benne. Ez a hit. Ez a hit, ez a bizalom, ez a kapcsolat, amiről mi itt beszélünk hetek óta. Most ezzel kapcsolatosan van egy ördögi csapda, amivel szerteszét éltünk és éltek. Nevezetesen az ördögi csapda azt jelenti, hogy ebből a fantasztikus szerelmes üzenetből, ami a hit és kapcsolatból, ebből ilyen teljesítményt nem hiszel eléggé, azért van ez veled, mert nem jól hiszel, vagy nem eléggé hiszel, egy megfelelést és egy károsztatást próbál csinálni az ellenség. De ne hagyjátok. Te nem tudsz nem eléggé hinni. Még egyszer mondom, nem tudsz nem eléggé hinni. És nem tudsz magadtól nagyon hinni se. Ez az egész őtőle van. A kapcsolatban van. A kapcsolatból ki lehet kopni, és az hatással van a mi hitünk állapotára, de egyébként nem. Ugyanis azt mondja Péter apostol a 2 Péter 1.1-ben, hogy vele egyenlő drága hitet örököltünk. Te, meg én, Péter apostollal egyenlő drága hitet örököltünk te, én meg te. Pál apostol meg azt mondja a korintusi levélben, a 2 Korintus 4.13-ban, mivel pedig a hit szelleme bennem van, ezért hittem és azért szólok. A Péterrel egyenlő hitet örököltél, Muti, nem a Kovács Péterrel, hanem ő is nagyszerű, de ezzel a bizonyos Szent Péterrel egyenlő hitet örököltél. És a Pál apostol azt mondja, hogy hit szelleme van bennünk. És ezért ezt nem kell elérni. A mustármagnyi hit az ott van benned. Amen? Tehát ne engedjük ebből kidomálni magunkat. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lehet növekedni a hitben. Lehet növekedni a hitben. Az Isten megismerésében, a benne való bizalomban, a kapcsolatban. Lehet, ahogy ez a Jakab apostol írja, a Jakab 2.23-ban, az Ábrahámmal kapcsolatosan, hogy beteljesedett az írás, amely azt mondja, hit pedig Ábrahám Istennek, Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Ez az Ábrahám, ugye olvastuk, úgy kezdte, hogy először csak azt hitte el Istennek, hogy gyere ki. Utána el tudta hinni azt, hogy örökös lesz. És akkor, amikor ezt elhitte, akkor Isten cadikká nyilvánította, igazán nyilvánította. És akkor, amikor az Izsákot feláldozta, akkor Isten azt mondta, Ábrahám az én barátom. Lehet növekedni a hitben? Lehet. Lehet, és ez egy csodálatos és jó lehetőség. Nos, hát a bevezetés után elérkeztünk a Jakab apostol levelének a második részéhez, és szeretnék nektek bátorításul és bíztatásul a halott hitről beszélni. Ugyanis mielőtt itt nekiállnánk ostorozni, a Biblia beszél róla. Van az életünknek bizonyos területei, ahol a hitünk halott, nem működik. És vannak bizonyos területei, ahol az életünkben a hitünk
működőképes. Hát te is tudod. És vannak bizonyos területek, ahol az életünk, benne a hit stabil, kipróbált, működik. Több, mint kipróbált, több, mint működő. Így van. De Jakab elmondja, hogy mi is ez a halott hittel kapcsolatos dolog. Azt mondja a Jakab 2.17-től. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed, az ördög is hisz, és retteg. Akarod tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazítatott meg felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit, és beteljesedett az írás, amely azt mondta, hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy a cselekedetekből igazul meg az ember, nem csak a hitből. Hasonlatosképpen a tisztátalan Ráhab is nem a cselekedetekből igazítatott meg, amikor a követeket a házába fogadta és más úton bocsájtotta ki. Tehát a hitét váltott a cselekedetre, és amikor az akkor vált. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Gyerekek, a hitünk valósága, a hitünk állapota az felismerhető. Felismerhető a beszédünkből. Hallgass meg, miket beszélsz. És megtudod, hogy mibe hiszel. Nekem az elmúlt héten komoly tanítást kaptam ezzel kapcsolatosan. Nézd meg, hogy miben gondolkodsz, vagy nézd meg a döntéseidet, a cselekedeteidet, az életmódodat, és rögtön beszámol arról, hogy mi az a terület, ahol hiszel, és mi az a terület, ahol nem hiszel. Ahol egy más elvek működnek. Na most itt szeretnék valamit mondani. Neked a hitet megítélni, tudod, kinek az életében van jogosultságod? Hagyd békén a másikat. Én nem arról beszélek, hogy ítéld meg a feleséged hitét, vagy a férjedét, vagy a XY-ét. Arról beszélek, hogy mérd meg, vizsgáld meg a saját hitedet, de az se túlságosan. Azt is csak annyira, amennyire építő. Van, amiben hiszünk, és bizalom alapján cselekszünk, hiszünk az üdvösségünkben, hiszünk Istenben, de mondjuk az anyagiak területén a hitedet le tudod mérni, nagyon egyszerűen, az adásban. Egyszerű, ilyen egyszerű. Mikor, mint a majom, aki bedugta, na mi ismeritek a rácsot, és akkor nem tudja kihúzni, na. De amikor rájössz, hogy az adás, az a hitedet mutatja, hogy az anyagi területen te neked van hited. Vagy amikor a gyógyulásban való hit, tudod, hogy tudod lemérni? Úgy, hogy imádkozol másokért. Amikor imádkozol másokért, az arról mutat, tesz tanúbizonságot, hogy te hiszel abban, hogy az a Jézus elvégezte a kereszten. És vannak területek, a legkülönbözőbb területek, a kapcsolatok területén, ahol az ember fel tudja mérni azt, hogy hát itt tartok jelenleg. Ez nem azt jelenti, hogy Isten emiatt kárhoztat, vagy bármi módon elítélne, hanem azt jelenti, hogy ezen a területen Isten növekedést és fejlődést akar elérni a mi életünkben. Mi az oka annak, amikor ez a halott hit elburjánzik? Van egy szélsőséges ok, én ebben bízom, hogy ez viszonylag nálunk csekély. Nevezetesen az, hogy egy rossz Isten kép. Nem lehet bízni az Istenben, mert egy kiszámíthatatlan, verekedős ítélőbíró, csősz, vagy még rosszabb, és jobb nem vele, mert bármikor jöhet egy saller.
És akkor ez nyilvánvalóan ebben az Istenben nem lehet bízni, el lehet játszani, hogy én igyekszem megfelelni, de ez a képmutatást hozza létre, ez a hamis istenkép. De alapvetően ezzel különösebben nem szeretnék foglalkozni, leginkább úgy gondolom, hogy a halott hitnek az az oka, hogy nincs meg az az élő, személyes, bizalmi kapcsolat az Istennel, amiből ki tud nőni a különböző területeken az Istennek a hite az életünkben. Az élő hit felé vezető úton, tehát én mikor azt mondom, hogy a halott hitből lehet eljutni az élő hitbe, de az élő hit felé vezető út az nem az, hogy a cselekedeteinket megjobbítjuk. Nem a Szedd össze magad című program. És változtass meg, és viselkedjél jól. Hallod? Nem ott kezdjük, ha egy gyümölcsfa beteg, én nem vagyok ilyen kertészkedő, de azt tudom, hogyha a gyümölcsfa beteg, akkor nem biztos, hogy a gyümölcsöt kell kezelni, valószínűleg a gyökeret kell. Sokkal inkább azt kell megnézni, hogy a szív, a kapcsolat, az minőségi idő Istennel. Ugyanis amikor minőségi időt töltünk Istennel, és átéljük az ő szeretetét például, és az Isten szeretete ráárad az életünkre, akkor elkezdesz nem félni. Mert így van megírva az 1 János 4-ben, hogy az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Vagy a Filippi levélben azt mondja, mikor az Isten jelenlétében, szeretetében, békességében töltjük az időt, azt mondja, hogy és tárjátok fel minden kívánságotokat az Istennek. Tehát nyissátok meg a szíveteket az Istennek. És azt mondja, és az Isten békesség, ami rácsorog az életünkre, megőrzi a szívünket, a lelkünket a Krisztusban. Az Istennek a békessége rácsorog, és nem mi hozzuk magunkra a fegyelmezés útján a békességet, hanem az Istennek a békessége helyez bennünket biztonságba. Amen. A megoldás itt van, hogy közelebb ő hozzá. A második rész, még mindig nem vagyunk a nagyon izgalmas, tudom, az érdekel titeket, hogy elmondja, hogy mit szenvedtem a múlt héten. És hogy milyen stációkon mentem át, még végre. De eljutunk oda is, csak nyugi. A működő hit. Amikor egy belső meggyőződés motiváció alapján dönt és cselekszik az ember. Van egy kipróbált működő életmódod, nekem is van, aminek alapján bizonyos dolgok, hát sajnos automatizmussá tudnak válni, majd ide kitérünk. Bizonyos dolgok így történnek, így működnek, így vannak az életemben. Az imádkozások, a legkülönbözőbb tevékenységek. Van egy rendje az életemnek, ahogyan élek, az Úrral. Ez a működő hitnek az állapota, amikor az ember fenntartja ezt a kapcsolatot, és ebből a kapcsolatból, amikor jönnek a dolgok, akkor már nem a saját agyából vagy ötleteiből táplálkozik, hanem az Isten igéjét hozza a Szent Szellem arra a helyzetre. És annak alapján dönt és cselekszik. Ezzel kapcsolatosan a Márk evangélium 11. részéből szeretnék olvasni nektek a 22-től 24-ig. Azt mondja, Jézus így válaszolt nekik, legyen hitetek, legyen bennetek az Istennek a hite. Úgy jön, hogy hitetek Istenben, de a Tamás ezt a múlt héten azt hiszem mondta, hogy legyen bennetek az Istennek a hite. És azt mondja, figyelj, bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az meg lesz, annak megadatik. Itt se jó a fordítás. Itt se jó, mindegy. Szóval, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg lesz, és a következő, ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságban kértek, itt sajnos a Károli jelen időben, vagy jövő időben mondja, megkapjátok, de az eredeti szöveg, hogy mindaz, amit imádságban kértek, már megkaptátok múlt időben, és megadatik nektek. Beteg vagyok, hogy tudom azt mondani, hogy meggyógyultam múlt időben. Hogy lehetséges ez?
ezt mondja, hogy amit könyörgésben kérünk, az higgyük, hogy már a miénk. És akkor meg lesz. Már megkaptuk. Hát ez egy fanatikus. Ez egy szektás fanatikus ez a Jézus. Ez azt mondja, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk annak, egyrészt, hogy őt ismerjük, erre a belső bizonyosságra, hogy kapcsolatban vagyunk és bízunk benne, másrészt annak, hogy amit ő mond, az igaz, mert hűséges ígérettevő. Honnan tudhatom én azt, hogy az akkor is igaz, hogyha épp a tünetek az ellenkezőjét mondják? Onnan, hogy bízom az ígérettevőben, és ragaszkodom ahhoz, hogy amit ő mond, az az igazság, hogy az egy nagyobb igazság, mint amit a világnak a tényei állítanak. Hogy minden ígéret igenné és ámenné lett Jézus Krisztusban. Hogyha őt velünk, nekünk ajándékozta, akkor lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne ajándékozzon nekünk, mondja a Róma 8.32-ben. Egyszerűen ilyenkor az embernek csak az van, hogy kapaszkodik. Kapaszkodik a személyes bizonyosságba az, hogy ismerem az Urat. És kapaszkodik abba, hogy az Isten nem hazudik, és hűséges. És itt történik az a játék, hát ez nem játék, ez egy életveszélyes sztori, amikor a világ tényei összeütköznek az Isten igazságával. És amikor ez a működő hit ott van, és jó esetben ott van, akkor a láthatatlan felülírja a láthatót. Mert így mondja a Zsidó 11.2-ben, hogy a láthatók a láthatatlanból állnak elő az Isten beszéde által. Amikor a működő hitről van szó, akkor azt tapasztaljuk, hogy a láthatatlan felülírja a láthatót. Mindig? Mindig felülírja, csak nem mindig azonnal. És ezért van az a Zsidó 6.12-ben, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéreteket. Ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Tehát itt elindul egy küzdelem, és zajlik egy küzdelem. Jaj, látom, unjátok, de ez akkor ez van. Ez a hit, ez nem egy automatizmus, ez ráadásul minden alkalommal aktuális. Nem a mi hitünk mozgatja az Istent, hanem az Istennek a hite, a tőle származó, a kapcsolat, bizalomból való kijelentés energizálja a mi hitünket. A személyben való kapcsolat energizálja a mi hitünket. És nagy probléma valóban, és tudom, hogy ezért húzza mindenki, vagy nem mindenki, de némelyek az arcukat, hogy ez olykor elsilányosul egy módszerré. És kétségtelen, komoly probléma, hogy ez a módszerré tud silányosulni. Na hát elérkeztünk a kipróbált hithez. A kipróbált hittel kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy Isten is hozzászólt ez a kérdéshez. Nekem megvolt a vázlatom, és az elmúlt héten 5 stációt sikerült nekem följegyezni, de van több is nyilván, csak ennyit sikerült. Ugye, amikor nem az történik, amit mi szeretnénk, ami nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk, nem úgy történik, hogy a működő hitnek ezt, hogy az Ervinnek mondtam, hát bocsánat, de mi nem erre szerződtünk. Tehát a szövetség az nem erről szól. Amikor úgy volt szerencsém feküdni a lázban, hogy hideg veríték rázott, és a WC-re való kimenetel is egy komoly kihívás volt. És hát akkor ugye az ember működtetni próbálja a hitét, harc, és akkor bedobja az igéket, mondom az igét, vallom az igét, Jézus nevében. És azok, amik idáig szoktak működni, a víz nem rezdül.
Amikor az unokák egyiknek fölül, másiknak alul jött, és úgy nézett ki, hogy se sovált, se tudunk menni. Imádkoztunk, egy óra múlva mindenki egészséges volt, mentünk a dolgunkra. Tehát rengeteg ilyen sztorit tudunk, és hát közöttetek is vannak jó néhányan, akikért én személyesen imádkoztam, vagy mások imádkoztak, és átéltük, hogy hip-hop jön vuk, jön az Úr, és meggyógyít. Igaz? Hány ilyen? Rengeteg ilyen esetünk van. De persze ilyenkor azt mondja, jaj, ja, hát igen, de aztán. Na, itt az volt, hogy se kép, se hang, én csak ott feküdtem. És ez nem szokásom. Nem szokásom így feküdni. Nem szokás úgy, hogy nem bőlök fölkelni. Ez nekem nem szokásom. Sőt, aki ismer, tudja, hogy én nem szeretem az ilyet. Hát tudom, te se. A lényeg az, hogy egyszer csak azt mondtam az Úrnak, hogy én itt fekszem, holott az van megírva, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít minden erővel. És abban a pillanatban elkezdtem zokogni. Elkezdtem zokogni, zokogtam. És ott zokogtam, ez a rohadt erőlködés abba maradt. És ahogy zokogtam, azt vettem észre, hogy Isten átölel. Azt vettem észre, hogy végre már ő is ott van, nem csak én. Addig is ott volt, csak most hozzám fért. Ez volt az első stáció. Kiderült, hogy Istennek én rám van szüksége. Engem akar. Velem akar együtt lenni. Nem azt akarja, hogy felmondjam a leckét a működő hittel kapcsolatosan. Gyerekek, semmi baj a működő hittel. Sőt, az nagyon jó. De ha a működő hit valamilyen módon a perifériára tolja a személyes kapcsolatot, akkor kríz van. Úgyhogy ott zokogva kezdtem jobban lenni. De hát a továbbra is gatya voltam. Na, nézzük meg ezt a kipróbált hitre vonatkozó igéket. 1 Péter 1, 3, 9. Hú, nem tudnátok valahogy úgy csinálni, hogy én is lássam a betűket? A mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, ugyanis az óra meg az időpontok kitakarják az első sort. Nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadás által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van feltartva a számunkra. Mehetünk tovább. Tehát a mennyben van fenntartva a számotokra. Titetek pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ami készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Hát ez idáig csodálatos, ugye? Isten hatalma őriz, mennyben van fenntartva, nyilvánvalóvá lesz. Ezen örvendeztek. Örvendezünk? Örvendezünk. Igen. Noha most így kellett lennie egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Igen. Hogy a ti, és itt ön, megpróbált hitetek, kipróbált hitetek, ami sokkalta értékesebb, a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon dicsőségre, tisztességre, dicséretre. Őt szeretitek, pedig nem láttok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimazélhetetlen, megdicsőült örömmel örvendeztek. Elérő a hitetek célját, a lélek üdvösségét. Kipróbált hit. Azt mondja itt a Biblia, hogy amikor így benne vagyunk a darálóban, akkor jön létre ez a kipróbált hit. Akkor jön létre valami olyan becses, olyan értékes, ami minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb. Jakab apostol azt mondja az első fejezetben, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiam, amikor különféle kísértésekbe estek.
tudva azt, hogy a ti hiteteknek a próbája álhatatosságot eredményez. Csodálatos, teljes öröm és lehetőség. Na most ez az, amit én egyáltalán nem éreztem így. Amikor ott a... Nem így éreztem. Nem éreztem, hogy teljes az örömöm. Azt éreztem, hogy borzalmasan vagyok. És... A Biblia mégis azt mondja, hogy ez egy lehetőség nekünk, hogy kiterjedjen a hitünk, hogy a halott hitből élő bizalom, és az élő hitből, a működő hitből pedig kipróbált hit legyen. És azt mondja itt a Jakab, hogy ha valakinek nincs hite, kérje Istentől, és ő mindenkinek szemreányás nélkül adja, és megkapja. De azt mondja, hogy hittel kérjük. Most már tegyük be megint a bizalmat. Tehát kérjük, bízva abban, hogy ő megígérte, hogy megadja. Tehát ő benne bízva. Tehát nem egy ilyen hittel, hogy így higgyek. Ő ránézve, hogy ő a hűséges ígérettevő. És azt mondja, hogy kérje hittel, és akkor megkapja. De azt mondja, hogyha valaki nem bizalommal kéri, hogy bízom, vagy megkapom, vagy nem, azt mondja, semmit nem kap az ilyen. Kétszívű minden útjában állhatatlan ember. Kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor ragaszkodjunk ehhez a kapcsolathoz, és ebből a kapcsolatból kérjünk, ezt mondja Jakab apostol. A zsidó 10-ben ugyanerről a kipróbált hitről azt mondja, 35-től 39-ig, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretek. Zsidó 10, 35. Azt mondja, ne dobjátok el a bizadalmatokat, aminek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van. Tehát van egy ilyen tűrés effektus. Tűrni kell. Tűrni kell. A legrohadtabb dolgok egyike. Békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Oké. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az én igaz emberem pedig a hite által élni fog. Mikor kaptam egy SMS-t az Isten tiszteltől vasárnap, hogy sürgősen gyógyulj meg. Így. Sok szívvel megdobva. Na mondom, úgy bőgtem, mint egy gyerek. De azt mondja, hogy az én igaz emberem a hite által életet fog nyerni. És aki nem meghátrál abban, nem gyönyörködik, nem utálja, nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hité, hogy életet nyerünk. Mit mond az ige itt? Bízzál, tűrjél, bírd ki. Nesze. Ezt mondja. Nagyszerű. Hát ez egy lehetőség, ez a helyzet neked is, és nekem is az volt, és az is, hogy a hallott hit élővé, és az élő hit kipróbáltá váljon. A következő stáció, a második stáció, az nekem nagyszerű tanításom volt már, arról, hogy kaptam egy mondatot, ami nagyszerű, hogy a kapcsolat időigényes, és... Erre az a gyakorta válasz keresztények részéről, mert minden, elfoglalt vagyok. Nekem, ne haragudjatok, nekem erre nincs időm, elfoglalt vagyok. És akkor kérdezem, hogy na jó, de hát mi, ki foglalt el téged? Vagy mivel vagy elfoglalt? Vagy én magam? Na most ebben a nyomorult agyonverst állapotomban kaptam egy figyelmeztetést, hogy ne felülről a mindent istudás egyeteméből oktassam ki az atyám fiait, hogy hogyan kell az időt szabaddá tenni az Isten számára, hanem nézek én szembe inkább, és engedjem, hogy Isten tanítson engem. Tehát az önvizsgálat és a korrekció lehetősége benne van ezekben a helyzetekben. Még egyszer mondom, mindenki saját magával szórakozzon,
de saját magadat igenis érdemes megvizsgálni. Néhány igét ajánlok a szíves figyelmetekbe, ezek kemény igék, de itt vannak a Bibliában, és hogyha letagadnánk, akkor nem lennénk korrektek. A Róma 8.12-től olvasom, azt mondja Pál apostol, Róma 8.12, annak okáért atyám fiai, Róma 8.12, szeretném, hogy lássátok, mert nem fogjátok elhinni, hogy ilyeneket mond ez a Pál. Elhiszitek? Ott van. Annak okáért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk. Azt mondja, mert ha a test szerint éltek, meg fogtok halni. Meg kell halnotok. Jaj! Ám ha a testnek a cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, élni fogtok. Van egy olyan alternatíva a hívők életében? Hívő létére test szerint él, és akkor van. Ha a test szerinti életet folytatjuk, akkor Pál azt mondja, hogy kakuk. De van egy jó alternatíva. Nevezetesen a testnek a cselekedeteit a szellem által meg lehet öldökölni. A testem majd még egy külön stáció is érkezik majd, de a testtel kapcsolatosan ugye van a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. A testet nagyon erőteljesen mozgatják ezek a dolgok. Tehát épp például a test akarja átvenni az uralmat, és akkor azt akarja, hogy nézzél pornográfiát, azt akarja, hogy elégíts ki magad, azt akarja, hogy zabáljál, azt akarja, hogy sértődj meg minden szíre szóra. A sértett büszke nemzeti önérzetet, a test kíván, az sértett önérzettel, és így tovább. De ezeket a szellem által meg lehet öldökölni. Nevezetesen ez nem azt jelenti, még egyszer, hogy leverjük a gyümölcsöket, hanem azt jelenti, hogy bemegyünk az Isten jelenlétébe, az Isten szellemének a jelenlétébe, és az Isten szellemének a jelenlétében, az Istennek a jelenlétében az Isten szeretete ezeket kitolja. Felülírja. És hogyha bemegyünk az Isten jelenlétébe, akkor olvassuk tovább, mi történik. Amikor szellem által megöltököljük. 14. vers. Elkezd az Isten szelleme vezetni mennünket, mert akiket az Isten szelleme vezet, azok Istennek a fiai. És nem a szolgaság szelleme fog működni az életünkben a félelemre, hanem a fiúság szelleme, aki által kiáltjuk, hogy szerelmetes abba atya. A Szent Szellem, a fiúság szelleme ki fogja tolni a félelmet. Ezért mondja ő azt, hogy nem erőlködés által, hanem szellem által. És a Szent Szellem bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, amikor megöldököljük ő általa a földi tagjainkat, hogy mi Istennek a fiai vagyunk. És mert fiak vagyunk, ezért örökösök is vagyunk. És a Szent Szellemnek a bizonságtételét már el tudjuk hinni. Amen. De onnan indul a sztori, hogy igenis, van egy ellenségünk, a testi természet, ami minket a kívánság rabságába akar tolni. És ezt a szellem által tudjuk kordában tartani. A Róma 12-ben azt mondja Pál apostol az 1-2-ben, hogy kérlek titeket az Istennek az testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Azt mondja, hogy szánjuk oda magunkat. Azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg az elme megújítása által. Hogy megláthassátok, mi az Isten akarata, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Értitek? Ez egy identitásbeli kérdés. Rendkívül fontos, hogy az ember ilyenkor megerősítse magát, hogy ki ő. Bocs. Ki az Isten nekem? Én ki vagyok az Istennek? És mi az, ami érvényes rám? A világ,
vagy az elvégeztetett. Vagy amit Jézus Krisztus a kereszten elvégzett, én értem. És itt jön a stáció korrekció, hogy ugye erre az ember rá tud húzni, hogy na, akkor megerősítjük magunkat az identitásban. És jön a hitnek az akarása. És a hitnek az akarása, az nem azonos a hittel. És én azt értettem meg ebben a mostani időszakban, hogy nem azon kell erőlkednem, hogy az információimat felújítsam arról kapcsolatosan, hogy az Isten az én apám, és én az ő fia vagyok, és örökös. Hanem azt értettem meg, hogy be kell mennem az ő jelenlétébe. Hogy a személyes kapcsolatot kell megújítanom ő vele. És tudjátok, a zsidó 4 elevenedett meg, 11. verstől, ami az egyik leggyönyörűbb része a Bibliának, ahol azt mondja, hogy törekedjetek, igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba, a salomba, hogy valaki a hitetlenség ugyanazon példájában ne essék. Bekapcsoltam a YouTube-ot, és tolattam a dicséreteket. Mert én magam nem voltam képes, tolattam a dicséreteket, be akartam menni ebbe a salomba. Nem azon gyötörtem magam, és az akaratomat túráztattam, hogy megoldjam a helyzetet, csak be a salomba, be a salomba. És hogy bemegy az ember a salomba, azt mondja a 12. versben, hogy amikor belépünk oda, ott az Istennek a beszéde elkezd kinyílni. Az Isten beszéde élővé és hatóvá lesz. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elkezd kezdeni ott a salomban szólni. Szólni az Úr. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek, a csontokig, megítéli a gondolatokat, szívindulatait. Azt mondja, nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóan nem lenne előtte. Sőt, mindenek mezítelenek ő előtte, leplezetlenek. Annak a szemei előtt, akiről beszélünk. Értitek, amikor már nem az számít, hogy én mit teljesítek, vagy ő, semmi. Az számít, hogy ő előtte ott vagyunk mezítelenül. Hidegizzadságban, rettenetesen. Ott vagyunk ő vele. És azt mondja tovább, gyönyörű, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Ott a főpap. És a főpap azt mondja, itt vagyok én. Te pedig ragaszkodj a bizalomhoz, ne dobd el a bizalmat, ragaszkodj a megvalláshoz. De utána folytatja, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett mi hozzánk hasonlóan, kivéve, hogy ő sose esett el semmilyen bűnben. És azt mondja, ezért járunk bizalommal ő hozzá, a kegyelem székéhez, hogy kegyelmet, irgalmat találjunk, és alkalmas segítséget. Jön a főpap. A salomban a főpappal lehet találkozni. Ez volt a második stáció, hogy a hit akarása helyett be a salomba. A harmadik stáció, félig már érintettem, az egy észrevétlen dolog. Az ember olykor észesen veszi, de a működő hit élete rutinná tud válni. És le tud épülni. Működik, rendben van, beszürkül, de leépül. Mert a személyes kapcsolat helyére be tud jönni ez a rutin dolog. Nálam bejött. És remélem, hogy az Úr megfrissített ebben a dologban, hogy még inkább őrá kell támaszkodni. És be a salomba. Halleluja. Na jön a negyedik stáció. Előre jelzem, hogy ez nem állítom, hogy ez egy teológia. Görvis tanár úrtól előre elnézést kérek, jaj.
De ez történt. És úgy gondolom, hogy van benne hasznosítható. A test. Tudjátok, én olyan ideges voltam a saját testemre, hogy ez engem itt fogságban tart. Ez nekem itt diktál. Ez átvette az uralmat. Ez nem azt csinálja, ami a dolga, hanem engem kényszerít. Hú! És hát ahogy ott, hát 20 órát aludni, az nem normális dolog. És nagyon haragudtam a testemre. Ez már eleve nem helyes, mert a... Na majd jussunk a végére. Kövezést hagyjuk a végére. Az 1 Korintus 6-ban találtam egy nagyszerű igét. Mi van, Marika? Hát van nekem zsebkendőm, köszönöm. Itt van. De nagyon aranyos vagy. Sose használok papír zsebkendőt. De köszönöm szépen. Hogy az 1 Korintus 6-ban azt olvassuk, hogy ahogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma. Istentől kaptátok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a testetekben, a lelketekben, amelyek az Istenéi. Úgyhogy, na most ezzel a testtel kapcsolatosan súlyos problémák vannak. Figyelj, Muti, ez neked tetszeni fog. A test egyik oldalról fölfelé pimaszkodik, amikor a kívánsággal próbál elcsábítani minket. A másik oldalról lefelé pimaszkodik, amikor jön a betegséggel, meg a fájdalommal, meg az erőtlenséggel, és ott akarja átvenni azon a területen az irányítást. De azt mondja a Pál, hogy a mi testünk, meg mi is már meg vagyunk vásárolva, tehát az Úréi. A testünk is, és a lelkünk is. Jól mondom idáig? Jó. Tehát, ha az Úréi, akkor fogja be a száját, és dicsőítse ez a test az Urat, az én lelkemmel együtt. Na most ehhez jött még a Filippi 1, ahol a Pál apostol igen jó dolgokat mond. Azt mondja, nekem az élet a Krisztus, a meghalás nyereség. Ez ilyen állapotban ugye vigasztaló gondolat. Ha pedig az életben maradásom, a szolgálatomat, a munkát, az Isten dicsőíti, melyiket válasszam, nem tudom. Tehát ő válasz, Pál. Szorongatotok a kettő között, vágyódom elköltözni az Úrhoz, Krisztussal lenni, mert Krisztussal lenni sokkal te inkább jobb. Hát de miattatok azért még úgy tűnik, hogy maradok, mondja Pál. Ez a szabad fordításomban. Életben maradjak. Tehát, ennek a testnek nincsen saját élete. Az Úré. Ha én nem vagyok, ő egy lakóhely. Ő egy templom. A Szent Szellem meg az én templom, a lakóhelyem. Ha én nem lakok benne, akkor ő kuka. Megfenyegettem. Na figyelj ide, nem fogad szót, kidoblak a kukába. Tudom, itt már az eretnek vonalra mentem, mindegy. De nagyon haragudtam rá. Na fogadj szót, és dicsőítsed az Istent. Egyébként hatott. És utána rájöttem, hogy azért nem lehetek olyan én, mint a Bálám a szamarával. Mert azért ez egy, itt az immunrendszerrel, mert minden dolgozik ő, én értem, én meg itt verem, mint a barom, mint az a bolond próféta, a Bálám. Úgyhogy abba hagytam a verését, de megmondtam neki, hogy fogadjon szót. És elkezdtem kommunikálni a testemmel. Megmondtam neki, hagyd abba ezt az ugatást, köhögést, hagyd abba ezeket a dolgokat, úgy van, takarodjál. És odáig én a betegséggel veszekedtem, de úgy van, igazad van, így csináltam én is.
szóltam a testemnek. Legfőképpen azt, ami a kedvenc igén talán tudjátok, hogy azt mondja az Úr, hogy szabadítsd meg őt, váltságdíjat találtam. Jób 33-ban. És akkor teste fiatal, mondom, így figyelj, erre figyelj, ezt kell csinálnod. Erőtől duzzadsz, újra kezded az ifjúságodat. Felöltöztem, elmentem sétálni. Meg ilyeneket csináltam. És képzeljétek el, hatott. Na jó. Nem azt akarom mondani, hogy ez most itt a tuti módszer, de velem ez történt. Azt szeretném mindenképpen leszögezni, hogy a test ne irányítson. Se fölfelé, se lefelé. Hanem igyekezzünk a kezünkben tartani az irányítást, amennyire tudjuk. Az utolsó stáció, és mindjárt zárom soraimat, amikor már jobban kezdtem lenni, és akkor hívtak az estvére, kérdezték, hogy vagyok. És akkor már untam elmondani a dolgokat, és akkor mindig ilyeneket mondtam, hogy javulgatok, egyre jobban. És egyszer csak két különböző helyről kaptam messenger üzenetet, hogy te már meggyógyultál Jézus sebeiben. Egészséges vagy. Hú, mondom, az anyám mindenit. Hát én olyanokat beszélek, ami teljesen nincs összhangban azzal, amit az Isten igéje mond. A betegség tudat beszél belőlem. Azon vettem észre magam, hogy már azonosultam ezzel a rohadékkal. Azonosultam az erőtlenséggel. Ebben kezdtem gondolkodni. Ebben kezdtem már beszélni. Na hát akkor ott változtattam. Testvérek, a tanúim, hogy megmondtam nekik is, hogy nem javulgatok, meggyógyultam Jézus sebeiben, punktum. És értsétek meg, itt nem arról szól a történet, hogy most babonásan kell félnünk, hogy nehogy valami olyasmit mondjunk. Hanem arról szól a történet, hogy hogy gondolkodunk magunkról. Hogy betegként gondolkodsz magadról, vagy pedig úgy gondolkodsz, mint akire az az érvényes, hogy meggyógyultál Jézus sebeiben. Na erre lehet mondani, hogy én vagyok a hitbölény, de akkor igen, én vagyok a hitbölény. És az igaz ember hitbölény. Végezetül úgy gondolom, hogy ebből a kipróbált hitből nő ki a hűségé érett bizalom. Én nem gondolom, hogy az én hitem itt most kipróbáltá vált. Vagy nem tudom. Nem tudom. Nem azon fontos, hogy eljutottunk-e a kipróbált, vagy jutottam én a kipróbált hitre, hanem, hogy végigcsináltuk. És végigcsináljuk. És ő hűséges volt, és hűséges marad, és az ígérete szerint a kimenekedést is megadja, és közben egy csomó minden meg lehet tanulni. Hát ebben reménykedem. Nem mondom azt, hogy így kell csinálni, vagy hogy én jól csináltam, vagy semmi, ilyesmit nem mondok. Azt mondom, hogy esetleg gondold végig te is a magad oldaláról. És ha vannak tanulságai az én élve boncolásomnak, amit tudom, ti röhögtök, de én azért hiszem magamat mindennek, ami majd jön, te ezért röhögsz. Szeretik ezeket, majd teologizálunk el, mondjuk, hogy így a jó az Úr, meg úgy az Úr, meg így, meg hogy. Én meg ugye kiteszem ide magam közszemlére, és elmondom, hogy milyen hülye voltam. De nem voltam hülye. Az Úrral őszintén igyekeztem ebben a dologban lenni. És itt állok előttetek, és tényleg azt tudom mondani, hogy tök jól vagyok. Egészséges vagyok, meggyógyultam Jézus sebeiben. Egy igével zárnám soraimat, és kérlek a dicséret csapatot, hogy gyertek, az 1 Korintus 10:13. Azt mondja, nem erőt meghaladó kísértés, nem tudom ott olvasni, mert kit akarja, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőn felül megkísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt megadja a kimenekedést. El fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok ezt viselni. Ne veszítsétek el a jutalmat, a bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma van. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket.
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm az imáitokat. Dicsőség érte Istennek. Vizsgáljátok meg, amiket itt én itt elmondtam. Így van megírva. Ami jó, azt tartsátok meg.